Nagyon jó lenne tudni, hogy mi lesz velünk magyarokkal, de hát én azt gondolom, hogy a Jóisten azokat segíti meg, akik tesznek is érte. Az úgy nem fog menni, hogy majd egyszer csak a Jóisten meg elégeli ezt a sok rosszat, amit minket ért a 20. században, és hát a rendszerváltozás elmúlt 20 esztendejében is, és aztán egyszer csak majd úgy dönt, hogy akkor majd jobb lesz nekünk, ez nem így működik. Én abban se hiszek, hogy valakinek szerencséje van. Én abban hiszek, hogyha valaki nagyon sokat tesz azért, hogy szerencséje legyen, és akkor egyszer csak úgy tűnik, mintha valami szerencsés dolog történne vele, de hát azért nagyon sok mindent kell tenni. Tehát én ezt nagyobb léptékben is egy ország, vagy egy nép, vagy egy nemzeti léptékében is úgy gondolom, hogy nagyon sokat kell tenni egy nemzetnek ahhoz, hogy kapjon egy isteni segítséget. Nekünk a 20. században nagyon sok virgács jutott. Ugye itt az előbb kérdezte az egyik kolléga, hogy miért gondolom én azt, hogy egy lelki és szellemi szétesettség állapotában leledzünk. Miért mondom én azt, hogy ez a legnagyobb nemzeti sorskérdésünk, amikor ugye az ember nap mint nap kinyitja a televíziót, vagy olvassa az újságokat, és azt látja, és azt hallja, hogy hát a világban végiggyűröző hatalmas gazdasági gondok és problémák azok, amelyek gyötrik a világ népeit, még a nagy és erős a világ sorát meghatározó országokét is. Hát akkor hogy ne gyötörne egy olyan szélfutta területen a Kárpát-medencében lévő kis országnak mondott közösséget, mint Magyarország, ahová ugye begyűrűznek ezek a gondok, problémák, összekevernek, meghatványozódnak, és hát tartunk ott, ahol tartunk, azaz a legnagyobb nemzeti sorskérdésre szeretnénk rávilágítani, nevezetesen az elképesztő szegénysége. Ma Magyarországon sokkal szegényebben élünk, mint 20 évvel ezelőtt. Bármi furcsa ezt kimondani, és bármi fájó. Ha azt mondjuk, hogy 10 milliónyan vagyunk, tudjuk, hogy már nem vagyunk annyian, de fogadjuk egy pillanat ezt el, akkor ebből több mint 5 millió, kb. 5 millió 500 ezer ember a léti minimum határán él. Vannak sokan, akik mélyen a léti minimum alatt, de 5 millió 500 ezer ember a határán mozog. Azaz éppen, hogy fönn tudja magát valahogy tartani. Őszintén szólva nem tudom, hogy hogyan. Azt gondolom, azt sejtem, hogy valószínű, hogy jó néhány százezer ember van, ahol a gyerekek be tudnak segíteni. Ezek közül biztos, hogy az egyik én vagyok, anyám is a létminimum határán él, 35 évi pedagógus pályafutás után annyi nyugdíja van, hogy éppenséggel el tudja magát tartani, ha nem kellene egyetlen egy gyógyszer sem szednie, ha a mosógépe soha az életben nem romlana el, ha a televízió nem romlana el, ha nem kellene nagy takarítást tartania, tehát hogyha a legminimálisabb életfunkciókat gyakorolna, akkor el tudná magát tartani, természetesen úgy, hogy nem utazik külföldre, természetesen úgy, hogy nincs autója, semmilyen szenvedélye nincsen, tehát gyakorlatilag él. Bekapcsolja a televíziót, nézi a műsort, és megfőz magának egy személy a konyhába. Ez a létminimum határán való élést jelenti felfogásom szerint. Az összes gyógyszerét és minden egyéb, hogyha elromlik valami a lakásba, azt én fizetem. De szerencsére még tudom fizetni. Biztos van jó néhány százezer, de hát sok millió van, ahol nem tudja a gyerek vagy a gyerekek fizetni, mert ők maguk is küszködnek hasonló gondokkal és problémákkal. Tehát ezt a szülő és a nagyszülő nem tudja elvárni. Ez a legnagyobb nemzeti sorskérdés. Iszonyatos, iszonyatos nagy kérdés. És ha az ember hazamegy, ma is tehetnek egy kísérletet,
mai beszélgetés után, és kinyitja bármelyik televíziós csatornát, ugye ma már sok van, nem csak az az egy, mint 20-25 évvel ezelőtt, akkor ezekről a kérdésekről egyetlen szó sem esik. Nem szólnak erről a televíziós műsorról. Én tegnap este nem szoktam ezeket a műsorokat nézni, de időnként kíváncsi vagyok rá, M1 csatorna, és láttam ezt a vetélkedőt. Jakubcsek Gabriel, az egyik csapatvezető, másik csapatvezető, Csiszájenő és vigyorgó arcok, harsogó, tapsoló közönség. Na most, ha én a Holdról jöttem volna ide, és kinyitom ezt a televíziót, akkor én egy olyan országot képzelek el, ahol minden rendben van, ahol boldogok az emberek, nevetnek a hülyeségeken, semmi lényegesről nem esik szó, jópofa a dolog, tapsol, vigyorog mindenki. És hogy eltűnődtem, hogy én nem a Holdról jöttem, és tudom, hogy milyen országban élek, tehát mindaz, amit a televízióban láttam, az a véletlen műve, hogy nem arról szólnak a televíziós műsorok, amit nekik, magyaroknak lassan meg kellene egymással beszélni, a magyar nemzetnek lassan egymással meg kellene vitatni, hanem valami egészen másfajta álomvilágot mutat föl, és ez kereskedelmi televízióknál még inkább így van, bármelyik televíziós csatorna nagyjából ezt sugározza. Tisztelet a kivételnek, amit többnyire éjjel 11:30 után fedezhető fel valamelyik csatornán, amikor az ember már hullafáradtan nem tud végignézni egy komoly filmet vagy eszmefuttatást, vagy aki végignézi, az a 10 millióból a minimális kisebbség. Ha 20 évvel ezelőtt csináltak volna egyetemisták velünk egy felmérést, egy nagyon egyszerű kis felmérést, egy fehér papírt kiosztanak, és rá kellett volna írni mindannyiunknak, hogy mondjuk 2 évtized múlva milyen világot képzelünk el Magyarországon. Itt van a rendszerváltozás, diktatúrából egyik pillanattól a másikra átlépünk a demokráciába. Egy óriási perspektíva nyílik meg előttünk. Lehetett beszélni 1956-ról, eltemettük Nagy Imrét, Erdély nevét ki lehetett ejteni, még Trianonon is szót lehetett váltani. Egy sor dolog a szőnyeg alól kikerült, és lehetett beszélni. Szellem, ahogy szoktuk mondani, kiszabadult a palacból. 20 év múlva milyen világot képzelünk el? Én biztos, hogy valami ebben az euforikus hangulatban, hát a jelenlegihez képest egy összehasonlíthatatlanul jobbkedvű, gazdagabb, az értékeket fölismerő, a történelmét megismerő, mindenfajta értékes új dologgal nyitott, egy virágzó társadalmat képzeltem volna el, hisz 20 év azért meglehetősen hosszú idő. Hát eltelt ez a 2 évtized, és ha most szembesítenének minket az akkor leírtakkal, hát akkor az ember csodálkozik. Én biztos, hogy egészen azok közé tartozom, akik csodálkoznának azon, hogy mennyire naívan írtak le, vagy írtak volna 20 évre ezelőtt gondolatokat, jelzőket, mert nem olyan világ következett be. Mi lehet ennek az oka? Törvényszerűen, hogy ez így következett be, egy ország túlnyomó többsége naív volt, felnőtt emberként azt hittük, hogy hát azért minket olyan nagyon már nem lehet becsapni, hisz annyi mindent éltünk át, meg annyi fajta tapasztalattal rendelkezünk, tehát nem ma kezdtük az életet, nem ma jöttünk le a falvédőről, és mégis úgy tűnik, ha az ember visszagondolja 20 éve, mint hogyha tényleg akkor jött volna le a falvédőről, és tényleg nagyon naív lett volna, és tényleg semmit nem tudott arról a világról, amiben élt. És én próbáltam kutatni annak az okát, hogy ez vajon miért következett be, és miért vagyunk rossz kedvűek, vagy sokkal rosszabb kedvűek, mint amilyennek voltunk 20 évvel ezelőtt azokban a valóban euforikus pillanatokban.
hisz ha nagyon őszintén a szívünket tesszük a kezünket, nem hiszem, hogy a tejemben van valaki, aki azt gondolta volna, hogy egy ilyen rendszerváltozás a mi életünkbe be fog következni. Én nem hittem. Én abban a tudatban éltem, hogy bizony az egymásra szemben álló két világrendszer, az még az én fiaim, sőt, még az én unokáim idejében is fönn fog állni. Nyilván nem a világ végezetéig, mert semmi nem áll fönn a világ végezetéig. A nagy birodalmak sem, a görög, római. Nyilván ez a berendezkedés is el fog jutni a zenitér, aztán onnantól biztos egy lassú hanyatlásnak fog indulni, tehát nem fog ez örökké fönnmaradni, de hogy 100-150 évig biztos, hogy fönnmarad, azt úgy elképzeltem, tehát gyakorlatilag mi a feladat? Megpróbálni emberségesebbé tenni azt a világot, amiben éltünk. Bekövetkezett a csoda az életünkben, megváltozott a társadalmi berendezkedés. Nem mi küzdöttük ki, emlékszünk mindannyian Antal József kicsit cinikus mondatára, ugye tetszettek volna forradalmat csinálni, nem volt forradalom, és nem a magyarság izzadta ki, vagy nem a Kárpát-medencei népek, vagy nem ugye ez a szovjet befolyási övezetben lévő szocialista társadalmat építő országok maguk küzdötték ki ezeket a rendszerváltozásokat. Kimerültek ennek a rendszernek a tartalékai, és a két világhatalom megegyezett abban, hogy ezek a politikai társadalmi változások itt be fognak következni. Láttuk ezeket a híreket, meg láttuk a nagy hajót, ahol ez a két ember kezet fog, ugye Ronald Reagan és Gorbacsov, és nem tudtuk ezeket. Ott ültünk, és csöpögött a könnyünk, hogy az a romániai forradalom bekövetkezik, és eszünk ágában nem jutott, hogy az egy nagyon okosan és jól megszervezett pucs volt. Az akkori nomenklatúra túlélése érdekében föláldozták Nikolaj Ceausescut. Mi nem így láttuk, én nem így láttam a tévében, én úgy láttam, hogy ez valami hihetetlen csoda, hogy ez bekövetkezik, hogy a nép föllázad, és hát ugye azóta már nagyon sokat olvastunk erről, meg hallottunk róla, és azért már sok mindent tudunk, tehát hogy létezik az, hogy megtörtént velünk ez a sok minden az elmúlt 20 évben, és nem tudtuk ezeket értékelni, vagy érzékelni, hogy létezik az, keresem, kutatom ennek az okát, mert azt hiszem, hogy ide kell visszamenni, hogy ma nincs Magyarországon az a nemzeti sorskérdés, amiben mi magyarok egyet tudnánk érteni. Ugye a nemzeti sorskérdés, Szabó Dezső vezette ezt a fogalmat be a két világháború között, és a 70-es években I.S. Gyula volt az, aki ezt visszahozta. Nemzeti sorskérdés, ami az egész nemzet sorsát alapvetően érintő és befolyásoló nagy kérdés, amelyben hát a nemzetet alkotó egyedek, polgárok túlnyomó többségének egyet kellene érteni. Ma nincs ez a nemzeti sorskérdés, amiben a magyarság túlnyomó többsége egyetértene, hisz minden kérdés pártpolitikai veszekedés szintjére van züllesztve. A legnagyobb nemzeti sorskérdésből egyet említettem, ez a szegénység. Lehetetlen, hogy ebben a magyarság nem akarja fölismerni, nem akar összefogni, és nem akar együtt tenni annak érdekében, hogy ez fokozatosan csökkenjen. Hatalmas nemzeti sorskérdés a népességfogyásunk. 40 ezer fővel fogy a magyarság évente a természetes népszaporulatot illetően. 40 ezer fővel, ez egy kisebb városnyi lakosság. Ezt most pillanat megszorozzuk 50-nel. Ez azt jelenti, hogy a 21. század közepére 6,5 millió lesz a magyarság száma 2050-2060 tájékán. Elképesztő. A nők számához viszonyítva Magyarországon végzik el a világon a legtöbb abortuszt. Arányszámot tessék, természetesen ne abszolút számot, mert Amerikában több abortuszt végeznek, na de hát ők majd 300 millióan vannak. Lélekszámunkhoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy fogy a magyarság, és fokozatosan öregszik, hisz ez a két folyamat, ez együtt jár.
A lélek számunkhoz viszonyítva világelsők vagyunk a szív- és jégrendszeri betegségeket illetően. A világon itt van a legtöbb, megint arányszámot gondoljon a maguk elé. Ugyanez vonatkozik a rákbetegségekre. 1956 óta 6,8 millió honfitársunkat, jövendőbeli honfitársunkat gyilkoltuk meg. Hogy létezik az, hogyha egy nő áldott állapotba kerül, ahogy ezt ma mondjuk teherbe esik, akkor nagyon sokszor az első gondolat, hogy azonnal elvetetni. Hogy létezik az, hogy eltűntek azok a családok, ahol 4-5 gyerek van? 3 gyerek az már egy nagy családnak számít. 1,3 az átlag gyerek szám egy magyar családban. Egészen pontosan nem érjen az 1,3-at, 1,28. Azaz folyamatosan fogyunk. Azaz két fiatal összeköti az életét, ugye ma már nem biztos, hogy összeházasodik, összeköltözik, valamilyen formában együtt él, összekapcsolja az életét ideig, óráig, akkor egy gyerek úgy átlagban összejön, kettő már nem. Egy gyerek, hát azon érdekes, csináljunk egy gyereket, kettő már nem, három végképp nem. Tehát folyamatosan fogyunk, és tisztelet a kivételnek. Hát azt gondolom, hogy ezek a legnagyobb nemzeti sorskérdések közé tartoznak, mert ez azt jelenti, hogy el fog fogyni a magyar társadalom. Az elszakított nemzetesteken ezek a számadatok sokkal rosszabbak, nem mutatom önöket. Miért? Mert ott még az erőszakos politikai asszimiláció is tizedeli a honfitársaink sorsát, nehezíti az életét. 50-60 év múlva az országhatáron túl a magyarság nagyjából egészében el fog tűnni. Persze Székelyföldön lesznek még foltok, majd táncprodukciót be fognak mutatni az arra járó amerikai turistáknak egy színpadon. De hát nagy tömbben nem fognak még a Székelyföldön se élni. Már nem fognak magyarul beszélni, ami unokáink vagy azt követő generációk. A diaszporában már nagyon-nagyon nagyítóval kell keresni azokat a családokat, ahol a gyerekek tudnak magyarul. Ott már csak angolul beszélnek, Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában. Most ha nem beszélünk magyarul, akkor gyakorlatilag lassan, fokozatosan és biztosan beasszimilálódunk egy másik államalkotó nemzetbe, akkor már nem tudjuk elolvasni magyarul a verseket, nem tudjuk elolvasni a regényeket, nem tudjuk a történelmet megismerni, nem tudunk magyarul gondolkodni. Hát éppen ezért fontos a nyelvnek a szerepe, és ezért tiszteletem értő az a küzdelem, amit az iskolákért folytatnak honfitársaink felvidéken vagy Erdélyben, mert hát a nyelvet meg kellene tartani, tehát egy erőszakos politikai asszimiláció olyan helyzetet teremt, hogy a családok nem merik magyar iskolába adni a gyerekeiket. És kérem szépen, én most nem a Kádár rendszerről beszélek, nem a csúnya szocializmusról beszélek, nem a diktatúráról beszélek, hanem az elmúlt 20 esztendőről beszélek. Demokráciát építenek ott is, demokráciát mondunk mi is. EU tagok ők is, EU tagok mi is, és valami oknál fogva ez a folyamat sokkal agresszívebben folyik és zajlik, mint 90 előtt. Hogy létezik ez? Hogy létezik ez? Miközben demokráciáról beszélünk, egyenjogúságról, hogy létezik az, hogy ezekről a kérdésekről nem szólnak a televíziós műsorok, rádió műsorok, nem akarjuk ezeket a kérdéseket fölismerni és megbeszélni saját magunkkal. És megint tisztelt a kivételnél, mert vannak honfitársaink, akik ezt világosan látják, leírják, tudós emberek is, újságokban jelennek meg cikkek, tanulmányok, minimális emberhez jutnak ezekkel. Azok a nagy televíziók, akik naponta milliókhoz szólnak,
azoknak a műsorából ezeknek a kérdéseknek a sokoldalú érdekes tárgyalása, nem unalmas beszélgetések formában, hanem értekfeszítő televíziós műsorok, a beszélgető műsoroktól a dokumentumfilmeken át a tévéjátékokig. Hát ezeket a kérdéseket kéne sokoldalúan körbejárni. Olyan izgalmasan és érdekesen, hogy azt akarjam nézni, és ne kapcsoljak át a futballmeccsre. De hát még érdektelenül sem szólnak ezek a kérdések, nemhogy érdekesen. Na most ez egy nagy baj, mert ha ezeket mi, a magyar társadalom nem ismerjük föl, akkor valóban szépen lassan egy halódó, egy elfogyó világban élünk, egy szolgáló és szolgáltató népé fogunk zülleni. Ugye Vas Albert, akinek a nevét a rendszerváltozás nélkül nem ismertük volna meg, én legalábbis 92-ben olvastam az elsőt, azt sem tudtam, hogy a világon van, nem vagyok rá büszke. De hát nem tudtam. Adjátok vissza a hegyeimet, volt az első. Vas Albert ugye azt mondja, hogy a 20. század második felében néppé gyúrták a magyar nemzetet. Emeskülti tanárul, akinek a nevét ugye nem kell ebben a körben bemutatni, ennél sokkal keményebben és fájdalmasabban fogalmaz, amikor azt mondja egyik könyvében, hogy a 20. század második felében mi magyarok országlakosokká züllöttünk. Hát egy nagyon kemény és önostorozó kifejezés, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy élünk egy adott földrajzi területen belül, és nincs különösebb közünk egymáshoz. Országlakosok vagyunk. Nem tudunk egy erős összetartó közösségként létezni, azaz nem tudunk nemzetként viselkedni. Hát ennek egy drámai kifejezése volt 2004. december 5-e az én felfogásom szerint, ahol, ha visszaemlékszünk, erre a 7 évvel ezelőtti kérdés feltevése, ahol ugye az a kérdés arról szólt, hogy lelkileg összetartozónak véljük-e magunkat az ország határon túl élő honfitársainkkal. A magyarság elenyésző kisebbsége válaszolt igennel. A 8 millió választásra jogosult honfitársunk közül 5 millió, tehát a többséget a kérdésfeltevés maga nem is érdekelte. El sem ment szavazni, otthon maradt. Nézte a tévét, itta a sört. Elment 3 millió szavazni, hát ezt tudjuk, nagyjából kétfelé szavazott. Onnan jön ki ez a bűvös 1,5 milliós szám, amit sokszor idéztünk az elmúlt években, amire az előbb említett Nemeskülti tanár írta azt a könyvét, hogy kisebbségben saját hazánkban. Igen, mi kisebbségben vagyunk saját hazánkban, és ez nem egy szófordulat, vagy valami fajta vicc. Kisebbségben vagyunk, mondjuk 1,5-2 millióan, jó indulatúan, ezt fölkerekítem 2 millióra, akiknek még egy kicsit fontos a saját életükön túl a környezetüknek a sorsa, a nemzetnek a sorsa, akit még egy kicsit érdekel az, hogy honnan jött, mit képvisel, hol tartunk most, mifelé szeretnénk haladni, akiknek a nemzeti értékek, azok fontosak, gondolnak rá, tűnődnek rajta, adott esetben beszélgetnek róla, hajlandóak hozzáolvasni, egy kicsit tájékozódni, tehát akik úgy meg akarják tartani ezt a közösséget, és akiket egy kicsit zavar az, hogy egy ilyen elfolyó, széteső, szellemileg, lelkileg, mindenképpen széteső világban élünk, és akik szeretnék valahogy emelkedő pályára állítani a nemzetnek a sorsát. Nem vagyunk többen. Nem vagyunk többen. A nagy többség, tehát most csak a 8 milliót vegyük, a választásra jog, a nagy többség az máshogy gondolkodik. Vagy abszolút nem érdekli ez a dolog, vagy máshogy gondolkodik. Vagy olyan mértékben fertőzte meg az agyát az elmúlt évtizedek politikája, hogy nem tud abból az értékenből ki
kikeverjedni. És ha ezt elkezdenénk boncolni, ne boncoljuk ma este, de ha ezt elkezdenénk boncolni, hogy ez a 1,5-2 millió embert, amit én mostan egy ilyen közösségként látok magam előtt, hogy ezt a közösséget hányfajta ellentmondás szakítja még ezen belül is több felé, akkor síralmas kép jön ki, de én nem akarok ilyen síralmas képet fölvázolni, mert azt mondom, hogy a 20. század történései után nagyon nagy dolog, hogy még mindig vagyunk 1,5-2 millióan ebben az országban, akik többé-kevésbé hasonló értékrend alapján élnek a világban. Tehát ha mondunk valamit, akkor tudjuk a fogalmakat is. Tudunk beszélgetni dolgokról. Ha belegondolunk abba, hogy hány rendszerváltozás szakította szét ezt az országot a 20. században, akkor legalább 6-8 kisebb-nagyobb rendszerváltozás föl tudunk sorolni. Persze 89-re gondolunk, ha ezt a szót használjuk, mert ez annyiszor használtuk az elmúlt 20 évben, de hát 45 után volt egy 43 évig tartó rendszerváltozás, ugye volt. A 45-ös Magyarország nem olyan, mint a 48-as, amikor a két munkáspárt egyesült és lett egy egypárti diktatúra. Volt egy 133 napig tartó rendszerváltozás 19 tájékán. 56-ban volt egy 10 napig tartó rendszerváltozás. Ez mit jelent? Minden rendszerváltozás és a két világháborút és forradalmakat és egyebeket most nem is említem, tehát minden ilyen kataklizma idején a magyarság meghalt, mert megölték nagy számban őket, elmenekült az országból, mert féltette az életét hatalmas számban, kiürült az ország, és nem az alja népség ment el, értékes emberek mentek el hatalmas számban, a világ minden égtája felé földészekre, ahol nagyon nagy számban megtalálták a számításokat, és hasznos, értékes és megbecsült állampolgárjává váltak azoknak az országoknak. Tehát amikor egy közösséget, egy hatalmas nagy családot, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet, ennyi fajta gyötrelem ér, ennyi fajta rendszerváltozás tizedel meg, akkor én azt mondom, hogy egy kisebb fajta csoda, hogy mi még itt mindig magyarul beszélünk, és még mindig mondhatjuk, hogy 1,5-2 millióan vagyunk, akiknek a nemzeti értékek és a magyarság fönnmaradása, és reménybeli majdani felemelkedése nagyon fontos, és ezért tenni is szeretne a maga lehetőségeivel élve. Ezért fontos, azt gondolom, a történelem ismerete, és ezért vették el szánt szándékkal tőlünk a történelmünket. Milovan Gyilász nevét bizonyára sokan ismerik. Ez egy jugoszláv politikus volt, Tito harcos társa, aztán összevesztek, és egy ilyen ellenzéki ember lett, már rég meghalt ő is. Van egy könyve, Beszélgetések Sztálinnal. Hát annak idején ugye ő többször volt kint Moszkvában, azt leírja ebben a könyvben, hogy amikor egy ilyen hivatalos tanácskozás után a Sztálin kivitte őt a Moszkva melletti dácsájába, és ott megfelelő mennyiségű vodka és kaviár, meg pezsgő elfogyasztása után, hát ott megerett a nyelvük, és hát persze elsősorban a generalissimust hallgatták, és Sztálin hosszasan beszélt arról, le van írva a könyvben részletesen, hogy milyen nehéz dolga van a különböző, Sztálin így mondta, vazallus országokkal, ahol hát a szocializmust, mint társadalmi rendet kellene megerősíteni. És ezek országok közül kettővel különösen sok baja van, ez Magyarország és Lengyelország, ahol nagyon erősek a nemzeti gyökerek. Fejtette ki Sztálin Milovan Gyilásznak. Ezért nekem, mondta Sztálin, mind szét kell törnöm foggal, körömmel, meg kell törnöm ezt a nemzeti érzést. Na most, hát ez egy nagyon érdekes utalás, a történelmet végigértük, ahogy itt látom a teremben, legalábbis a túlnyomó többség az elmúlt évtizedeket is felnőtt fejjel érte végig, tehát ezek az élmények
bennünk vannak, pontosan tudjuk, hogy ez következett be. Amikor Vasalbert nevét egy felnövekvő fiatal, aki magáról úgy gondolja, mint én, hogy a világ dolgai iránt érteklődő ember, és olvas, és könyveket gyűjt, és nem hallja, nem ismeri, akkor ez azt jelenti, hogy a nemzettudatból ezt kitörölték. Amikor kedvenc költőm József Attila összes feliratú könyveket lapozgatom, van jó néhány, aminek az a címe, hogy József Attila összes verse, és csak a legutolsóban van benne Nem-nem soha című verse, mert azt minden kötetből kihagyták, sok más kötettel együtt, mert ez a 2000-ben megjelent József Attila összesbe, jelent meg nem tudom, 70 év után újra. Amikor az ember azt gondolja, hogy az összes József Attila verset ismeri, elolvasta, tudja, és aztán kiderül, hogy mégse tudja, hát akkor mi ez, ha a nemzettudatnak a megtörése? Amikor az embert úgy, ha gyerekként fölkeltettek volna éjjel, és azonnal el kellett volna sorolni a 19-es népbiztosok nevét, akkor majdnem az összeset el tudtam volna sorolni fél álomba is. Ellenben az aradi vértanúk nevét nem tudtam volna elmondani, mert azt nem kellett megtanulni. 19-es népbiztosok nevét meg kellett tanulni, mert rossz jegyet lehetett érte szerezni, és azt kikérdezték. Az aradi vértanúk nem volt fontos. Így lehet megtörni egy nemzetnek a tudatát. Amikor a Vasalbert filmet készítettem, akkor egy antikvárius barátom döbbentett rá egy kötet átnyújtásával arra, hogy milyen iszonyatos ördögi eszköze van annak, hogy lehet egy népnek az a Sztálin, amit a Gyilásznak mondott, hogy meg kell törni a nemzettudatát ennek a magyar népnek, hogy ennek milyen fantasztikusan kifinomult és hatásos technikái vannak. Az antikvárius kezembe adott egy könyvet, féltve őrzöm azóta is, 44 őszén állították össze és jelentették meg, amikor még dúltak a harcok Magyarországon, de Debrecenben már lidegnes kormány működött, és összeállítottak egy ilyen vastag irodalom jegyzéket, aminek az volt a címe, hogy fasiszta, antiszemita és szovjetellenes irodalom jegyzéke. Hát ebben persze benne volt Hitler összes műve, Mussolini, Szálasi, igen ám, de benne volt Nyírő József, benne volt Kodolányi János, benne volt Vasalbert, és benne volt a magyar irodalom színejava. Na most aki 44 őszén bekerült egy ilyen kötetbe, hát azt nem, hogy nem adták ki Magyarországon, hanem azt ki kellett radírozni az iskolai tankönyvekből, azt ki kellett radírozni a közbeszédből. Na most amiről nem beszélünk, az nincs. Az egy idő után nincs. Az idősek még emlékeznek rá, ők is félve, hangjukat lehalkítva mernek csak beszélni róla, mert a félelmet nagyon könnyű beköltöztetni az emberek lelkébe. De aztán az idősek itt hagynak minket, a fiatalok nem hallottak róla, nem ismerik, nem tudják, az nincs, az a nemzet tudatából kiesik. Így lehet megváltoztatni egy nemzetnek a tudatát, és így lehet másfajta neveket, másfajta eseményeket, másfajta értékeket elhelyezni a nemzettudatban. Na most, ha ezt végig gondoljuk, hogy hány ilyen rendszerváltozás volt, hogy hány szó változott meg százesztendő alatt az általánosan elfogadott értékrend, amiről tegnap tanítottak az iskolába, és ma az összes tankönyvet kiszorták, és vadonatúj tankönyveket írtak, és ma egy szót sem lehetett kiejteni. Én fantasztikus élményem a közelmúltból. Ugye egy évvel ezelőtt, éppen a 2004. december 5-i okán is, meg a gyalázatot valahogy lemosni, meg hát egyáltalán így természetes, ugye megalkotta az országgyűlés, emlékszünk rá, ezt a Nemzeti Együvé Tartozás napjává nyilvánította június 4-ét, és a kettős állampolgárság intézményéről intézkedett. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy június 4-én bátran
lehet beszélni Trianonról. A velünk élő 90-valahány éve velünk élő trianoni problematikáról, mi történt akkor, mit deformálódott el azóta 90 év a magyar társadalomban, hogyan kéne ehhez viszonyulni, és aki okos tanító, okos tanár, hogyha érdekeset mond, akkor a nebulóknak az értelmére hatni tud, kinyitja a szemét egyáltalán. Az emberek túlnyomó döntő többsége azt, hogy Trianon fogalma nincs róla, fogalma, de sok más esemény se. Tehát gyakorlatilag ez a törvény, hogy nemzeti együvé tartozás napjában nyilvánította, ez lehetőséget ad, ugyanúgy, mint március 15-én vagy október 23-án, június 4-én is lehessen ezekről a kérdésekről szólni, mindenfajta félelem nélkül. 2004-ben az én Trianon filmemet nem merték vetíteni szerte az országban, néhány bátor ember, amikor már hosszú ideje ment egy moziba Pesten, akkor érdekes módon egyébként a vidék nagyon lassan ocsut, tehát amikor már hosszú idő óta ment Pesten, akkor egy-egy helyen merték vetíteni, nagyon sok helyen nem merték vetíteni. Na, mivel találkozom? Idén, június 4-én nagyon sok felé hívtak, mivel találkozom? Rengeteg hír jut el hozzám, hogy iskolákban a nemzeti együvé tartozás napján nem történik semmi. Miért? Mert azt mondják az igazgatók, meg azt mondják a tanárok, hogy jó, hát most ez a kormány hozta ezt a intézkedést, de hát majd várjuk ki a végét. Majd mi lesz, hogyha 4 év múlva jön egy másik kormány, és akkor ezt el fogja törölni. És valaki meg írja közben, hogy kitartott itt beszédet az iskolába, és akkor az majd meg fogja ütni a bokáját. Hát kérem, egyszerűen elképesztő. De ennél még elképesztőbb, hogy a Trianon filmemet nagyon-nagyon sok helyen még mindig nem megvetíteni az országba. Az 2004-ben készült, 7 évvel ezelőtt, már azért elég sok felé volt róla szó, és a többi, csak nagyon halkan jegyzem meg, egy éve, azért mégiscsak új kormánya van Magyarországnak, és mégiscsak másfajta értéke vannak a közbeszédben, a Trianon filmem idén sem jött le a televízióban június 4-én. Úgyhogy ezzel csak azt akarom alátámasztani, hogy milyen iszonyatosan bele lehet plantálni az emberek lelkébe a félelmet és a zűrzavart, a tudatlansággal eredő zavarodottságot és az ezzel vegyes félelmet. Amikor az én édesanyám ugye gyerekként, ugye említettem, pedagógus volt, és nagyon sokat mesélt a történelemről, szombat délutánonként, hosszú órákon keresztül, és nagyon élveztük öcsémmel, de ilyen sikamlósabb témáknál mindig lehalkította a hangját, és olyan halkan beszélt, hogy az asztal másik oldalán nem lehetett érteni, és akkor megkérdeztem, mamám, hogy miért beszélsz ilyen halkan? Hát nincs itt senki. Azért, fiam, jegyezd meg egy életre, mert a falnak is füle van. És akkor én egy gyerekként abszolút nem értettem, hanem néztem az ablakra, meg az ajtóra, hogy most mit jelenthet ez, hogy a falnak is füle van. Hát ugye az én anyám lelkébe már réges régóta ott volt a félelem. Na most, amikor ő ezt elmondta, és lehalkítja a hangját, és amikor azt mondja, hogy amiről most beszéltünk, ezt raktározzátok el magatokba, és erről az iskolában és a házi buliban egy szót se, mert az apád állásával játszol. Akkor ő egyrészt kiokosított minket, mert mesélt a történelemről, másrészt a lelkem legmélyebb bugyraiba belegyömöszölte a félelmet. Belegyömöszölte a félelmet, mert hányfajta igazság van, amit a mama mond, amit az iskolában hallunk a tanártól, amit az újságban, televízióban olvasunk? Egyáltalán többfajta igazság van? Nem egyfajta igazság van? Ki fogja megmondani, hogy mi az igazság? Hogy van az, hogy otthon forradalomról beszélünk, amikor 56 szóba kerül, magától értetődő módon, és amikor a lakás ajtaján kilépünk, akkor ellenforradalmat mondunk.
Mert az ember lelkem én ott van a félelem. Tisztelet azoknak a honfitársainknak, nem voltak túl sokan, akik az ajtón kilépve bátran forradalmat mertek mondani. Én nem mertem. Mert a lelkem én ott volt a félelem, a lapád állásával játszó. Na most, ha sok-sok generációnak a lelkébe a félelmet beleplántálom, akkor a félelemmel teli nemzedékek fognak alkotni egy nemzetet. Akkor miért csodálkozunk azon, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ránk köszönt ez a lehetőség, ez a rendszerváltozás, akkor nem nagyon tudunk vele élni. Mert tele vagyunk kételjel, tele vagyunk lelki zavarodottsággal, nem is ismerjük pontosan a saját történelmünket, a saját múltunkat, a saját lehetőségeinket. Nem fölemelt fejű, öntudatos állampolgárokként nézünk a világban, hanem lehajtott fejű, kisebb rendőrségi tudattal megáldott emberek vagyunk. Hát amikor azt mondta Rákosi 48-ba, hogy nekem a kommunista pártok találkozóján amúgy Bukarestbe, hogy nekem van elvtársak a legnehezebb dolgom Magyarországon a szocializmus építésével, mert nekem 9 millió fasisztával kell építenem a szocializmust. Hát akkor Rákosi Mátyás a mi szüleink és nagyszüleink korosztályait alázta meg, kergette kisebb rendőrségi tudatba, félemlítette meg, fasisztázta le. Tudjuk, hogy ez mit tenni. Ma is olyan könnyedén ragasszák ránk ezeket a jelzőket, honfitársaink. Tehát egy nemzetet nagyon könnyű kisebb rendőrségi érzékre taszítani, elvenni a múltját, elvenni a történelmét, és betagozódva élni egy birodalmi akaratba, ahol egy központból megmondják azt, hogy mi az érték, mi a történelemben a fontos, mi az, amit a szemétdombra ki kell hajítani. Tehát amikor ugye arra gondolunk, hogy mennyi fajta csalódás ért minket az elmúlt 20 esztendőbe, akkor én ezt ilyesfajta perspektívával próbálom szemlélni és elhelyezni, egész egyszerűen azért, hogy ne legyen rossz kedvünk. Bár úgy tűnik, mintha én most itt végig a rossz kedvet erősíteném. Én szeretnék rájönni arra, hogy mi lehet annak az oka, hogy mi ezekben a nemzeti sorskérdésekben sem tudunk egyetérteni, hogy nem nehezen tudunk egyről kettőre jutni, hogy 4 évenként mindig megbicsaklik a társadalmi értéket. És aztán végén eljut 2004. december 5-re, hát ami azt gondolom, hogy annál mélyebben nem lehet süllyedni, mikor Magyarország első embere arra buzdítja a népét, hogy nemmel szavazzon. Ez olyan dolog, tudják, hogy elképzelhető lenne, vagy lett volna-e, hogy amikor lehetőség volt ott a 80-as évek végén a két Németországnak egyesülni, akkor egy nyugat-német politikusnak eszébe jutott volna azt mondani, hogy nem kellenek már nekünk azok a németek, nem kell nekünk már az NDK. Azok már nem is igazi németek, azok már elfelejtettek dolgozni, azoknak már átmosták az agyát, hát az már egy szétesett, szerencsétlen ország, az Istenem, hát mennyi pénzt fog kivenni az adófizetők zsebéből, ahogy ezt mondani szokták, hogyha nekünk azt föl kell építeni, mindenki ide fog majd jönni, mert itt akar majd boldogulni, mit fogunk kezdeni, hát a millió száma ide jönnek Nyugat-Németországba, és a többi sem. Létezik, hogy ebben a kérdésben mondjuk a Nyugat-Németországban létező keresztény demokrata párt, és mondjuk a szociáldemokrata párt ölre ment volna. Irigyelte egyik a másikát, mert ő szeretett volna a kancellár lenni ebben a történelmi pillanatban, ahol a német egyesítés bekövetkezik. Hogy ez sok gonddal járt, hogy ez rengeteg pénzbe került, hogy ez bizonyára nagyon sokat vett ki az adófizetőknek a zsebéből, egészen biztos, hogy mind a mai napig
nyögik ezt és küzdenek vele, egészen biztos. Na de fölmerült az a kérdés, hogy ezt esetleg gondoljuk át, ez nem is biztos, hogy ebbe bele kell. És 2004-ben a kérdésfeltevés nem az volt, hogy mi egyesüljünk itt bárkivel, nem az volt, lelkileg összetartozónak véljük-e magunkat a határon túlélő honfitársainkkal. Egy nagyon szolíd és egy nagyon szerény kérdésfeltevés volt. És mindenfajta riogatásokkal, ugye ez az eredményet kell, amit az előbb már fölidéztem. 1920 engem nem azért érdekel elsősorban, hogy milyen okok vezettek Trianonhoz. Persze nem tudjuk, mert nem tanították meg nekünk, tehát meg kell ismerni, meg kell tudni a belpolitikai okokat, a mi bűneinket, mert van, nem csak a külhatalmak ártó szándékaira kell itt gondolni. De ezt meg lehet ismerni, meg lehet tanulni, a történelmi kerekét nem lehet visszafordítani, és el kell raktározni a tudatunkba. De engem 1920-ban nem ez érdekel elsősorban, engem az érdekel, hogy hogyan tudott 1920 után ez a nemzet talpra állni. Hogy miért nem szűnt meg ez a nemzet, hisz ez volt a szándék. Beletaszították egy mély szakadékba, ahonnan nem lehet fölkapaszkodni. És a magyar nemzet mégis fölkapaszkodott. Ez egy bámulatos történelmi tett. 1920-at követően 15 esztendő alatt, tehát a 30-as évek közepéje, Magyarország a közepesen fejlett európai országok élvonalába emelkedett. Kérem, ez egy fölfoghatatlan, mai észjárással is fölfoghatatlan történelmi tett, eleink történelmi tette. Erről semmit nem hallunk, semmit nem tudunk. Az idősek őriznek emlékeket, mert akkor voltak gyerekek, de hát a magyar 10 milliós társadalomnak erről fogalma nincs. Azt gondolom, a 20. század egyik legnagyobb történelmi tette, azt hiszem a legnagyobb 1956. De azt gondolom, hogy a másik legjelentősebb tette ez a 15 éves fejlődés. Hogyan valósulhatott ez meg? Vajon azért, mert Horthy Miklós állt az ország élén, vagy Bethlen, vagy Teleki, vagy volt egy Lebesberg, Kuno, vagy lehet sorolni itt ezeket a nagy és jelentős neveket. Én azt gondolom, hogy nem elsősorban ezért, bár nyilvánvaló, hogy ezeknek a nagy történelmi személyiségeknek nélkül ez nem következett volna be. Ez azért tudott bekövetkezni, mert sok millió ember lelkének a legmélyebb bugyraiba ott volt az az érzés, hogy nemzettudat. És ezt okos, előrelátó, tehetséges politikusok ezt elő tudták hívni. Az emberi lélek legmélyebb bugyraiból elő tudták hívni, és termővé tudták változtatni. Mert az emberek lelke mélyén ott volt, hogy nem engedem, hogy ezt akkor sem engedem. Kosztolányi Dezsének 1920-as évek elején van egy kötete, ő szerkesztette, nem az ő versei vannak benne, az a cím, hogy Vérző Magyarország. Ez is természetesen indexen volt, és a nemzettudatból teljes mértékben kiesett. Ugye 90 után jelent ez ilyen reprint kiadásba meg. Ebben Kosztolányi Dezső az akkori szellemi élet színejavát megszólaltatta, vagy interjúban, vagy verset írtak, vagy prózát, vagy kis rövid tanulmányt, hogy mi a magyarság dolga, feladata. És kérem, ebben függetlenül attól, hogy a jeles személyiség keresztény származású, függetlenül attól, hogy zsidó származású, függetlenül attól, hogy kereszténydemokrata politikai érzelmeket melenget, függetlenül attól, hogy szociáldemokrata baloldali érzelmeket melenget, az összes jeles személyiség mind egyetértett abban, hogy ez nem maradhat így.
egy alapvető, mondjuk az akkori idő legnagyobb nemzeti sorskérdésében egyetértett, hogy ez nem maradhat így. És abban is egyetértettek, hogy nem karddal meg kell ezt visszaszerezni, hanem okos szóval és értelemmel. És indult el ennek szellemében az az elképesztően bonyolult, összetett és mégis nagyon hatásos nemzetépítés, amit ugye Klemensberg, meg Hohmann Bálint, meg ilyen nevekkel szoktunk azonosítani, aminek a lényege, hogy az elemi iskolai oktatástól az egyetemi képzésig bezárólag az egész magyar társadalmat átjárta az, amit Széchenyi úgy fogalmazott, hogy kiművelt emberfők sokaságával változtassuk meg a világot. Tehát gyakorlatilag a Kárpát-medence közepén, Magyarországon egy olyan elképesztő kulturális fejlődés, egy olyan érték jöjjön létre, amely egy szerencsés történelmi pillanatban magától értetődően békés körülmények között tudja visszaszerezni. Mindazt, amit 1920-ban ártó szándékkal elvettek. Na most, hogy cikázunk a történelembe, ha elfogadjuk azt, hogy ma elsősorban nem a gazdasági bajaink a leglényegesebbek, mert az embernek a hátán fát lehet vágni, hogyha a lelke rendben van, hogyha tudja, hogy van jövője, hogy ezt miért teszem, hogy ezt miért vállalom, hogy van remény a fölemelkedése. Ha elfogadom azt, hogy a legnagyobb nemzeti sorskérdésünk és bajunk a lelki-szellemi szétesettségünk, akkor vajon a 21. század elején nem egy ilyesfajta kulturális és lelki-szellemi fejlődése lenne szükség az egész magyar társadalmat átjáró és átható emelkedése lenne, információk megszerzésére, történelem tanítása, tankönyvek értelmesen, becsülettel átírt és nagy számban forgalmazott és terjesztett tankönyvekkel, televíziós műsor folyamokra, nem egy-egy műsorra, az nem változtat még semmit, műsor folyamokra, ami okosodásunkat, ami azt szolgálja, ami kinyitja a szemünket a világra, ami rádöbbent bizonyos összefüggésekre minket. Én azt gondolom, hogy igen, alapvetően erre lenne szükség. Én nagyon szívesen reagálnék esetleg azok a felvetésekre, amelyek megfogalmazottak önökbe, ha van ilyen, és főleg, hogyha van még időnk, de befejezésként szeretnék elmondani egy személyes példámat, hogy mennyire fontos az, hogy egy erős és összetartó család, egy egyet akaró a sorskérdésekben azonosan gondolkodó nemzet alakuljon ki, amely képes a történelem viharainak ellenállni. Ha ez nem következik be, akkor szétesünk, mint ahogy a családjaink is szétestek. Tisztelet a kivételnek, a magyar családok túlnyomó, döntő többsége szétesett. Az én gyerekkoromban még 20-30-an voltak egy karácsony este, vagy egy nagyobb születés és névnapon, összevont születés és névnapon. Ma néhányan vagyunk egy karácsony este, mert nincsen időnk, meg távol vagyunk, meg oly bonyolult, és a többi indokok sorát föl tudjuk hozni, de ez lényegtelen. A lényeg az, hogy a családjaink szétestek, és az a nagy család, az nekem gyereknek, jól emlékszem rá, az védelmet jelentett. Nem azért, mert ezt az anyám elmagyarázta nekem, hanem én saját magam éreztem. Köszönöm szépen a figyelmet!